lehet, hogy lesz olyan föld, amit nem Uberra fogok behúzni, hanem inkább meg szántó. Lesz meg szántásos videó is, nem kell izgulni. Nem lesz. De hamarosan kifogyok, úgyhogy inkább ezt a csicsot megszállják. És mentünk is vissza. El se ártana betárcsázni. Ez majd... Vagy ezzel fogom húzni, vagy a krisztállal. Ezt a nagy dögöt nem akarom idehozni. Próbálok minden így levásárni, mert szóval beállítottam a... Megfordul. És akkor nagyon pontosan kell odaállni. Látjátok, 48 ezer, akkor még keveset is mondtam. R betű. Utolsó pillanatok. És megel. Azt hittem nem akarja feltölteni a világért se. Nem is tudom, mire hasonlítható a hangja neki.
annyira nem is rabolít belőle, mint kint. Csak néha. Csücsök van itt, mint a szítélek. Mennyi maradt benne? Oh! És kész vagyunk. Csak ki még ide az útra. Nincs alakul annyira. Akkor ezt mindig megtalálom. Kicsit koszosak lettünk. Eltudtam a traktort, nem látjátok, hehe. Ott van bent, ott. Nem fogom megmutatni, ha ez lett.
kéri, hogy ti ne lássátok. És amivel menni fogunk, itt a hátam, itt. Az egy... K100-as. Hé-hé, egy orosz. V8-as. V8-as. 240 lóerős. Orosz csoda. Be tudjuk tekerni az ablakokat, ha engedné. Illetve az ajtót ki lehet nyitni, én csak a... az ablakokat tekerem le, itt a műszerfalak azok tökéletesen jók. Van féklámpánk is. Nagy dugós hangja van. Index is ugye ott látszódik. Ja, meg ugye a lámpák. Nagyon jó ez a kirovec. Ki is kéne valahogy menni. Itt nem félek ki, ugye? Talán. Annyi bajom van ezzel kirovett, hogy bitangul nagy a fordulóköre neki. És ezt a gépet fogjuk húzni. Látok már itt ezt nekem, meg kell valahogy oldjam. Normálisan. Ez a tipikus jobb kormány, jobb oldalt lévő kormányzású törzscsukós kirovec. Ugye a másik társa, ami ilyen hasonló, az a T-150-es. És amúgy megfigyeltem, hogy fölül az a kardánnak a ugye fordul, és alul, ahogy megy a traktor, úgy fordul a kardán, nagyon jó. Erre is figyeltek. Sok gépen nincs meg. Ugye ez nagyon érdekes, ez a szántóföldi kultivátor, az a Gruber. Hogy itt megnézitek, azt írja, hogy 300 lóerő, 8 méter, de a K100-as tudja vinni. Ami köztudott, hogy a K100-as az 220 lóerős, a K701-es az meg 240. A V12-es motor van, először erre kifutkabunk, mert én előtte szorkostottam. Nagy vitam orosz gép. Fütyül a turbo. Úgy tudom, hogy ebbe a traktorba ő 16 előre és 8 hátra menet van. Igen, ez egy kicsit furcsa, hogy jobb oldalt van a kormány, mint a angol autókormány. Kicsit fogám erőködni azért. Ez ezt így tízni jobban nem viszi. Úgyhogy kell neki az erő. Füstölni, hát füstöl, de annyira.
brutális ez a gép. Nekem egy kicsit jobban tetszik, mint a 250-es rába. De nem annyira, mint a 180-as. És ez, haj, van Isten, annyira nem prol tárcsa. De is külön vagyunk mi aratni. Kint a másikat is. Mégiscsak egy feelingesebb. És itt ugye láthatjátok, hogy itt a fordulatszám, kilométer óra az kilométer óra, meg a fordulatszám mérő óra az egy kilométer mutató egy órán van, na. Csak ki sikerült nyögnöm már. Ezen a mappon itt ezen, olyan földek, az összes akkora csücsök van, hogy az valami hihetetlen. Az összes. És akkor olyan nagy mafia tőkkel azt megcsinálja. Na. Becsukózkodok. Szálltunk a következő földre. És majd beleszek a kifordulásnál, hogy be kell megkezdjem.
ahhoz képest, hogy mekkora dög, ahhoz képest az egy fürge, az ilyen 33-ot, azt tudja. Te vonát! És már kéne tárcsázni. Mert nagyon kéne már multizni, mert akkor kész lennének a fődek egy-két szóból. Szépen kidolgozták azért, mert amúgy maga a módnak a fáj mérete az nem olyan vészes, tehát ilyen 9,5 megabájt azt hiszem, és ahol képest nagyon jó traktort kapunk. Megint itt a vonat. Hamarosan kész leszünk, még egy pár forduló.
Opa. Hogy akkora helyben nem a kájcázasba, hogy legalább 3 ember befél, nem 2, 3. A 1050-esbe is. Készen vagyunk. Pont nem látom, hogy jól van. Megyek, megcsutakolom. Koronákat is benézz oda. Akkor köszönöm szépen a figyelmet. Illalcsi voltam. A következő részbe akkor ugye szántani fogunk. Ez volt a Dunántúr MGTS, sziasztok!